Sziasztok, ez itt ismét a TFK, és majd rendhagyó gépítészet videóval jelentkezünk nektek innen Bolyból a Merlin Hardware főhadiszállásáról. Ugyanis adódott egy olyan lehetőség, hogy becsatlakozzunk egy olyan projektbe, ahol összesen 7 darab videókártya kerül egy gépezetbe, ami nem bányászatra lesz, ezt hangsúlyoznánk, de a pikantériája az egésznek az, hogy mindez vízhűtéssel lesz meghűtve. Így van, ez egy hatalmas nagy projekt, 3 napot is fölemészt, hogyha minden igaz, körülbelül. Kiderül majd. Szárazon, tehát levegővel már egyszer ment a gép, meg lett járatva. Az se egyszerű mutatvány ugye összehozni, hogy minden megfelelően működjön, de azon már elvileg túl vagyunk. Úgyhogy most már az építési fázisba csatlakozunk bele a Csabival. Mint azt láthatjátok itt az asztalon, vagyis egyből már kiderült, hogy 7 videókártyából 6-ra már fölkerült a blokk. A 7-nél majd szeretnénk mi is egy kicsit belemélyedni az építési folyamatba. Segítkezni. Úgyhogy arról egész biztos, hogy majd készülni fog plusz egy videó, csak külön az építésről. Igazából amiért most mi itt vagyunk, hogy átbeszéljük, hogy ez a projekt, vagy ez a munkaállomás hogyan fog fölépülni. Így van, az építés folyamatáról egyébként itt kis videókat a Merlin Hardware Facebook oldalán láthattok az összeszerelésről. És YouTube csatornáján. És YouTube csatornáján, így van. Iratkozzatok föl! Oda is! Hát igazából nem is tudom, mivel lenne érdemes kezdeni, mert annyi minden van itt. Talán azt emeljük ki, hogy mibe fog ez belekerülni. Így van, a házikhoz egy termálték Core X9-es lesz, ami egy hatalmas nagy ház. Szükség is van rá, ugyanis ugye sok videókártyáról beszélünk, sok radiátorról, és 2 tápegységről, ugyanis egy ekkora rendszernek van bőven fogyasztása. A 2 táp, ha jól tudom, 2,5 kW teljesítmény. Így van, fogyasztása is nagy, illetve kell is a hűtési kapacitás, úgyhogy 2 darab 240-es radiátorral fogjuk ezt meghűteni, illetve szép vaskos darabokról van 2 szó. 2 darab 480-assal. És ugye a 480-as. Így van, aztán haladjunk tovább, hogy az alaplap az egy Asus X99-es lap lesz, és ebbe egy Core i7-6850K processzor foglal helyet. Amire egy LK Supremacy full nickel blokk fog kerülni. Ő lesz az, ki is lesz majd bontva, ha minden igaz. Igen. Illetve van még nekünk, ugye, amit már többször is említettünk, 7 darab 1080 Ti-ink. Így van, gyárilag ők ugye léghűtéssel érkeznek. Igen, és erre fog rámenni a nickel acetál blokk. Amiről szintén lesz dobozban, fenn, ugye, kis videó. Ugye a fölépített verziója, ami úgy szintén baromi nehéz. De, hogy ez jól is nézzen ki, ugye van egy ilyen paralel nevezetű hidunk, aminek segítségével össze lesznek ezek a kártyák kötve. És akkor még 2 nagyon fontos dolog. Ugye nagyon sok folyadék fog belemenni, ehhez szükségünk lesz egy nagyon frankó pumpára. Ami itt van, ez egy dual, szintén LK, szintén LK dual D5-ös pumpa, és még a rendszerbe fogunk ittatni egy tartályt. Egy szép kis tartályt. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ugye itt nem a dizájnra megyünk, nem lesznek RGB ventilátorok, hanem a stabil, halk, hűvös működés lesz a fő. Célpont lényeg, hogy ez egy munkagép lesz. Igen, mindezt egyébként 16-10-es csövezéssel, fittingekkel lesznek megoldva. Nehéz lenne merev csővel, úgyhogy értelemszerűen flexibilis csővel lesz. Flexibilis, azt akartad mondani. Azért sem merev csövezés, mert ugye ezt már említettük, hogy itt a dizájn igazából nem mérvadó, tehát nem fog számítani. Illetve az sem mindegy, hogy ezt milyen költségvetésből lehet kihozni. Tehát árban sem ugyanaz a kettő. Így van. Na srácok, mára egyelőre ennyit erről a projektről. Holnap folytatjuk, akkor már, ha minden igaz, a kész konfigurációt láthatjátok majd az asztalon, és akkor még egy kicsit kitérünk arra, hogy is épült össze ez a rendszer. Úgyhogy tartsatok velünk. Na hát, gyerekek! Nem bírtam a véremmel. Ez ilyen. Úgyhogy szétszedünk itt egy 1080-tit. Ha már itt vagyunk, így van. És ugye nekünk lehetőségünk nincs az építés, legalábbis nekem, de szerettem volna egy... Ennyivel szeretnénk kivenni a részünket mi is az építésben. Lehetőséget megkaptuk.
Úgyhogy tessék. Na, hát ezzel a négy csavarral kezdünk, és először csak kicsit lazítunk a rendszeren. Majd megfogjuk, és akkor kicsit nyomjuk, és a negyediket azt már szépen igényesen kicsavarhatjuk. De jó ez a kesztyű, hogy csúszik. Gyűjtöm neked a csavarokat. Időközben én akkor még így csavarozgatsz. Állj nekik kibontani a dobot. Csak főhasítom, hogy annyival is előrébb legyünk. Jó. Aztán, hogyha megvagy a csavarokkal, mindenképp szóljál, mert lényeges rész fog. Elvileg megvagyok, és akkor most jön az a rész, hogy egy határozott mozdulattal, hogy nehogy lesarkazzuk a gépjút, lehúzzuk a hűtőt. Egy. Tadá! Aztán a ventilátor, csatikat, ahogy né. És akkor most... Ez egy celle. Így. Ez látszik, lepucoljuk a magvat. Én még folytatom a kibontása. Ez a legegyszerűbb feladatot választottam, kaptam. Szokás szerint. Van némi getped, ugyanis a gyárit azt nem fogjuk visszatenni, hanem az LK által mellékeltet fogjuk használni. Szerelékek, csavarok, EK, Ecoterm, paszta, ezzel fogjuk mi most fölpasztázni, hozzávaló imbusz, ugye az összeszereléshez kell, kapunk még két zárdugót, igazából ennyi. Részletes leírás ugye arról, hogy hogyan is kell ezt fölhelyezni, ez nem árt, hogyha átnézitek, hogyha most építetek először blokkot videókártyára. Aztán a dobozban rejlik az, amire igazából vágyunk, maga a blokk így eredeti állapotában. Tovább bontom. Előkészítek neked mindent, jó? Rendben. Kis levegőre lehet szükségem lenne. Levegőre. Most, hogy szépen kondik közül is kigyúváztam az oda kozmárpasztát. Na hát ez így szerintem önmagában egy kiló. Egyébként. Ó, köszönjük szépen. És most így... Meg vagyunk? Meg. Jó, akkor folytatom a bontást. Ugyanis még gyárilag a hűtőborda alatt van egy ilyen merevítő keret, ami gyakorlatilag a VRM hűtést hivatott szolgálni. Összegyűjtöm a csavarokat, hogy kérlek szépen véletlenül se. Ez szétszedjük, úgy sem lehet összerakni többet. Na, közben kicsavaroztam, és ezt is egy határozott mozdulattal kéne eltávolítani, ha minden igaz. Így is van. Időközben én itt előkészítem a Csabinak a blokkot, ugyanis a teteje jelen esetben nekünk nem fog kelleni, ahol eleve lenne a csatlakozási pont, ugyanis egy összekötő híd fog kerülni a 7 darab videókártyára. Tehát ezt előbb nekünk le kell szedni. Na, a következő mozzanathoz levesszük a kesztyüket. Bálint. Ugyanis a maghűtés, VRM hűtés a gyári az le lett szedve. Itt azt említettük, a gyári getpedek, azokat nem tesszük vissza, hanem az LK által adottakat helyezzük föl. Ezt csinálja éppen a Csabi.
fontos, hogy ezek a kis védő fóliák kerüljenek le. Mind a két felén van, mind a két felén van, csak az egyiket bányásszuk le. Következő mozzanat az, hogy bepasztázzuk. A bepasztázni való. Én addig meg előkészítem neked a csavarokat. Meg a pasztát. Ja, azt is. Köszönöm szépen. EK Ecotherm paszta. Pasztázás megvan, Bálint csavarokat válogat, akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Tökéletes. Ennyi kis baszú kis csavar kell oda. Hova tettük a csavarnyúzót, Bálint? Közd, de ez nem csillag. Nem baj, csak... Na, köszönöm! Megvoltunk a blokk felhelyezéssel, úgyhogy már csak egy mozzanat maradt vissza, az pedig az, hogy visszaszereljük a lemezt. Alapvetően ugye a kártya két szlotos volt, mint láthattátok, ez egy kicsit slimesítve lett, le lett vágva, fűrészelve. De hát ez muszáj volt, ugyanis 7 kártya kerül egy rendszerbe majd. Na hát ennyi lett volna, srácok, nagyjából meg vagyunk. Leizzadtam kétszer. De jó lett egyébként. Jó lett, köszönjük szépen a lehetőséget, és akkor nem sokára folytatjuk. Na sziasztok, üdv újra, elkészült a gépezet. Mint azt láthatjátok, amit előzetesen már felvázoltuk, hogy a Core X9-es házba alulra bekerült a két darab 240-es radiátor, fölülre a két darab 480-as radiátor, illetve a dual pumpa tartály, maga a csoda, a 7 darab GPU. A kör az úgy lett kialakítva, hogy a tartályból közvetlenül kapja a folyadékot a pumpa, onnan jön át a GPU blokkba, majd megy a 2 darab 480-as radiátorba, onnan megy le a CPU blokkba, a két 240-es radiátorba, onnan vissza a tartályba, és onnan indul előről a kör. Mint azt láthatjátok, van még mit finomítani a gépen, kábelmenedzsment, kábelek elrendezés, illetve még nem került fel a gépház oldala teteje eleje, de mi nem is szaporítanánk tovább a szót, átadjuk a terepet a Merlinás srácoknak, hogy befejezzék a gépezetet. Legközelebb is tartsatok velünk! Ha tetszett a videó, nyomjatok egy like-ot, kövessetek bennünket, és nagyon fontos! Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést arról, hogyha kerül fel új videó. Így van. Sziasztok! We'll be right back.